Mát szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóim. Mai vendégem Szász Andrea, ékszertervező. Egyedi és ragyogó ékszerével női tömegeket vonz. Kollekciói tükrözik a nőiességet és az eleganciát is. A beszélgetésünk során bevezet minket tervező életébe, és megtudjuk, hogyan jönnek létre a ragyogó ékszerek. Tartsatok velünk! Nos, akkor köszöntöm Andreát is, üdvözöllek! Én is üdvözöllek! Mesélj magadról egy keveset, hogyan indult az ékszerek iránti szereteted? Hát igazából elég fiatalon kezdődött nálam is. Gyerekkoromban, tehát mind a két nagymamámnak elég különleges ékszerei voltak, főleg gyöngycsorok, amiket nagyon szerettem, és emlékszem, hogy egyik nagy hatással volt rám, mert a mai napig használom azt, hogy egyik nagymamámnak volt egy olyan gyöngycsora, ami a fényben feltöltődött és éjszaka világított. Wow. És igen, azt nagyon szeretem a mai napig, sajnos már nincs meg, de előszeretettel használom az ékszereimbe is ezeket a világítós darabokat. És hát nem is tudom, hogy igazából pontosan hol kezdődött. Azt tudom, hogy nagyon kicsi voltam, és nagyon-nagyon szerettem az ilyen apró dolgokat. Egyik nagymamám varrónő is volt, és mindig keresgéltem az apró ilyen kisebb fémgombokat, meg hasonlókat, hogy valamit szerettem volna belőle csinálni. Aztán egy idő után elkezdtem keresni különböző anyagokat, hogy miből tudnék én igazán valami különlegeset alkotni, és amikor megtaláltam a műgyantát, akkor kezdődött igazából az egész. Tehát akkor gyerekkori rajongásból lett karrierépítés. Igen. Milyenek voltak az első tervezői munkáid? Hát az elsők, a nagyon-nagyon legelsők azok olyanok voltak, hogy hát ilyen, megpróbáltam ilyen itthon talált dolgokból készíteni nyakláncokat. Papírgyöngyökkel kezdtem, különböző csattukat szedtem le övekről, ruhákról, és abból raktam össze ilyen különleges nyakláncokat, amit úgy máshol nem nagyon láttam, és kicsit ez a nomád stílus volt, amit szerettem volna. Azok is nagyok voltak, szembetűnőek, mint nagyon sok ékszerem mostanában. Aztán eltelt egy jó pár év, mert ez nagyon nehéz volt a papírgyönyöket elkészíteni kézzel, nagyon időigényes is volt. Aztán megtaláltam ugye ezt a műgyantát, és akkor kezdtem el kísérletezni egy pár medállal, és bőralapú fülbevalókkal, amiket tintával színeztem. Ezek voltak a legelsők. Na, szenzációs. Miben különbözik szerintem a ruha és az ékszertervezés? Melyik nehezebb, melyik komplexebb? Hát szerintem ez most attól függ, hogy igazából a ruhatervezés nehezebbnek tartom, viszont ez attól függ, hogy ékszertervezést vagy ékszerkészítésben mivel hasonlítjuk össze, mert például egy fém megmunkáló, aki ezüsttel vagy aranyjal dolgozik, annak viszont akkora tudás kell, és neki is már nagyon nehéz az, amit csinál. De igazából úgy átlagosan a ruhatervezés mondanám nehezebbnek, mert az sokkal komplexebb, és szerintem nagyobb tudás kell ahhoz, hogy valaki egy ruhadarabot magára tudjon venni, és az működőképes legyen, az utcán lehessen hordani, míg az ékszereket szerintem könnyebb. De nyilván azt is sok munkába telik egy ékszert is megalkotni, hogy jó legyen is. Persze. Mint látható, ékszereid tükrözik az eleganciát. Tudatosan az elegancia volt fő üzenet, vagy mi a fő üzenet az ékszereiddel a vásárlóid számára? Hát az elegancia az igen, tudatos volt, mert nagyon-nagyon szeretem azokat a darabokat, ami ilyen klasszikus. Mindenki fel tudja venni igazából, feldobja az egész ruhaszettet, és nem is tudom konkrétan, tehát nem... Különösebben az ékszereimnek nincs egy külön üzenete, inkább úgy mondanám, hogy amikor kollekcióra vannak osztva, és van egy sajátos téma, akkor van inkább egy olyan üzenet, ami emberekhez szól, hogy aki elolvassa, megnézi, tetszik neki, érzi, hogy ez most az övé, akkor ez úgy hordoz egy üzenetet felé, és akkor ezt úgy magáévá tudja varázsolni. Tehát úgymond ő is egy saját üzenetet tud alkotni az ékszer által. Igen, persze. Na, szenzációs. Szerinted miért fontos egy nőnek az ékszer? Szerintem egy önkifejezési módszer. Ahogy szokták mondani, túl rövid az életem ahhoz, hogy unalmas legyen. És ezt én is így gondolom. Tehát én szeretem azt, hogyha valaki vállalja magát, hogy egy kicsit kitűnik a tömegből, hogy nem ugyanaz a mindennapos, tehát nem...
nem folyamatosan ugyanaz történik, nem ugyanazokat a ruhákat hordja, nem olvad bele a tömegbe, hanem meri felvállalni önmagát, hogy ő például különböző stílusokat szeret, vagy a nagyon modernet, vagy a klasszikus vonalat, és szerintem erről szól az egész igazából, hogy így kitűnni valahogy egy kicsit, és felvállalni magunkat, és mutatni valamit, hogy igen, én ezt szeretem, és így együtt, hogy felveszek talán egy egyszerű ruhát, egy különlegesebb ékszert, ami nagyobb darab, vagy talán kisebb, hogy így mutatok magamból valamit. Igazából szerintem ennyi a lényeg. Tehát önkifejezés, egy kis extravagancia Igen, szentesége. igen. Szerinted nehéz Erdély szintén a tervezői karrier? Nagyon nehéz szerintem. Egyrészt, hogy mostanában az utóbbi években nagyon telített lett a piac, és a másik az, hogy lehetőségek szempontjából sokkal nehezebb, mint bárhol máshol szerintem a világot. Most itt beszélek olyan nagyobb városokról, mint Budapest, Párizs, London, Amerika, vagy bármi, tényleg európai országokról, mert hogy itt abszolút tényleg nem olyan egyszerű, nagyon-nagyon sok energiát kell befektetni, hogy valami jó legyen, és nem biztos a siker egyáltalán. Tehát, hogy mondjam, sok kemény munka, de a siker az még így is kérdőjeles. Tehát akkor, Igen, igen. Mit gondolsz, mik a tervezői szakma sötét oldalai, nehézségei? Hát a leginkább azt gondolnám, hogy az a legnehezebb része, hogy valaki sikeres tudjon lenni, úgy tudjon sikeres lenni, hogy abból, amiből elindult, és tényleg amit szeretne csinálni, ott a két, tehát az úton ne veszten el sehol. Tehát egyrészt az, hogy meg tudja csinálni azt, amit szeretne, ne tűnjön el, ne másoljon le senkit, és igazából ennyi, tehát más nem tudok elmondani, ami ennyire nehéz lenne a tervezői szakmában, de inkább ezt, hogy tényleg megmaradni annak, hogy amit úgy elkezdtünk. Na, szenzációs. Viszont valamilyen nehézség az is, hogy megáld a helyedet a tervezői palettán, továbbra is Persze. tudjál alkotni. Szerinted a mai nők milyen trendeket követnek leginkább, akár ékszer, akár megjelenés terén, önkifejezés szempontjából? Mi a fő trend szerinted? A fő trend, hát igazából itt csoportokra tudnám osztani a nőket, főleg, vagy alapjáraton az embereket. Vannak a nagyon fiatalok, akik nagyon aktuális trendeket követik. Mindegy mi az, de a legújabb az tuti menő. És hát nekünk mostanában például, ahogy észrevettem, nagyon laza a stílusuk, tehát nagyon sok mindent kevernek, de tetszik is az egész. Aztán van a klasszikus vonal, ahol tényleg az abszolút elegancia számít. Ez így általában van a fiataloknál is, de a legtöbb esetben egy ilyen idősebb generáció, akik a tartóságot, a szépséget, a letisztultságot részesítik előnyben. Aztán meg vannak a nagyon bohókás és nagyon laza öltözködési, nagyon színes emberek. Tehát igazából ez a három csoport, amire tudnám osztani. Illetve ne felejtsem el a másik részt, amit nagyon-nagyon kevesen szoktak említeni, ez a gótikus vonal például, a teljesen más világ, ugye ez egy zenei stílus, tehát ott is nagyon-nagyon érdekes öltözködések vannak, úgy ruhában, mint ékszerek használatában, tehát azok, őket még abszolút nem hagynám ki ebből a listából. Tehát ez a feketébe egy kicsit sötét, de mégis elegánsabb. Igen. Igen. Szenzációs. Szerinted az Erdélyi paletta felveheti a versenyt bármelyik nemzetközi divatpalettával, mint tervezőkkel, mint termékekkel? Szerintem teljes mértékben felvett, igen. Most ez is attól függ, hogy milyen márkáról beszélünk, hogy most kezdi, befutott, nem befutott, de hogy amit én itthon láttam, tehát nagyon sokan minőségi szempontból, meg reklám szempontból teljesen meg tudják állni a helyüket, ez így van. Tehát úgy gondolod, hogy az erdélyi minőség az megállja a helyét egy nemzetközi minőséggel is. Igen. Divat, szenzációs. Mik a terveid szakmailag a jövőre nézve? Hát az utóbbi időben nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy mit is szeretnék. Egy biztos, hogy különböző stílusokat szeretnék még nagyon kipróbálni, véghez vinni olyan dolgokat, amiket már régóta elterveztem, viszont nagyon sok munkát igényelnek. Szeretnék átérni nagyon az ékszerekkel csak a fantasy vonalra. Ezt a klasszikust is szeretném megtartani, de hogy úgy azt látom, hogy nagyon tényleg telített a piac ezen a részen, és valamit szeretnék újítani.
hogy egy kicsit más legyen az egész. Illetve szeretnék idén, vagy idén, vagy jövő év elejétől egy weboldalt magamnak. Ez lenne a terv. Tehát saját weboldal, innováció és további termékek megjelenítése. Igen. Na, hát akkor én mindenhez nagyon sok sikert kívánok neked, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásomat. Én is nagyon szépen köszönöm. Remélem tetszett nektek ez a beszélgetés, és sikerült egy újabb komplex, igényes beszélgetést hoznom nektek egy ékszertervező karrieréről. Tartsatok velünk legközelebb, és sziasztok!